Varró Ágnes néprajzkutató előadásával folytatódott a Szent István Népzenei Műhely Szimbólumok Népzenei Világunkban előadás sorozat. A Szent István Művelődési Házban Éljen a Haza címmel a nemzeti jelképek népművészetben megjelenő ábrázolásairól hallhattak az érdeklődők. Nemzeti jelképekről lesz szó, és a népművészeti tárgyakon előforduló nemzeti jelkép ábrázolásokról, amelyek egy kisebb közösség, a magyar nemzet identitás tudatát, hazaszeretetét, önazonosság tudatát tükrözik. Ezek a legfontosabb jelképek, az ország címer ábrázolás, a nemzeti színek ábrázolása, a huszár alakja, a betyár alakja, történelmi nagyjaink, illetve hazafias felirataink, amelyek a magyar hazára, az összetartozásra emlékeztetnek. Az előadás egyik fontos kiinduló pontja, hogy a Szent István Király Múzeum mintegy 13 ezer darabból álló néprajzi gyűjteményének egy része, az előadás tárgykörének is fontos darabja, amelyek egyébként a 2009-ben megnyílt Tárgyalkotó Hagyomány fejezetek Fejér megye néprajzából című állandó néprajzi kiállításon is megtekinthetőek. A különlegessége talán, hogy igyekeztem úgy válogatni az előadásnak a képanyagát, hogy a Szent István Király Múzeum néprajzi gyűjteményéből az anyag mintegy 80%-a onnan származik, és hát ezek olyan tárgyak, amik talán nem annyira ismertek a székesfehérváriak előtt. A programsorozat június 27-én csütörtökön Csősz Rumen István irodalomtörténész előadó művész Haja, haja virágom, a közköltészet és a népköltészet virágmezején című koncerttel egybekötött előadásával folytatódik.